Folytassuk is a raktáros elméletet a raktározási menedzsment 14. részével. Ismertesse azokat az általános és speciális tűzvédelmi szabályokat, amelyeket a raktározás folyamán érvényesíteni kell. Melyek a tűzjelző és tűzoltó készülékek használatával és karbantartásával kapcsolatos előírások. Kulcsszavak és fogalmak, amik kelleni fognak nekünk, Tűzvédelem általános szabályozása, tűzveszélyességi osztályok, tehát három osztálya van egyébként, raktár speciális tűzvédelmi szabályozása, tehát tárolásra vonatkozó szabályozás, közlekedő utakra vonatkozó szabályozás, menekülésre vonatkozó szabályozás, és végül, de nem, utoso, nem utolsó sorban a tűzjelző készülékek használata és karbantartása. Nézzük is meg a tűzvédelem általános szabályozását. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltó, tűz, tűzoltóságról szóló 1996. évi 31. törvény az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzése, a tűzete, tűzeseteknél, a műszaki mentéseknél való segítségnyújtás, és a tűz elleni védekezésben résztvevők jogait, illetve kötelezettségeit, valamint a védekezés szervezeti, irányítási rendjét, személyi, tárgyi és anyagi feltételeit szabályozza. Égés Az éghető anyag és az oxigén hő fejlődéssel járotát exoterm reakciója, melyet füst vagy lánképződés kísér. Nézzük is meg, hogy akkor mi is kell az égés feltételéhez. Tehát kell egy éghető anyag, égéshez szükséges oxigén, égéshez szükséges hőmérséklet, tehát gyulladási hőmérséklet kell, illetve e három feltétel egyidejűleg egy térben való megléte. Tehát hiába van éghető anyagunk, a például oxigénünk nincs mert akkor az önmagában ugye nem ér semmit. Illetve hiába van meg a hőmérsékletünk és az oxigénünk, ha éghető anyagunk nincs, tehát akkor olyankor se fog semmi történni. De hogyha ez egy idejűleg egy térbe van, tehát az éghető anyag, az oxigén, a gyulladási hőmérséklet, akkor bizony keletkezhet tűz. Nézzük is meg a tűz elleni védekezés fő feladatát. Tehát a tűzesetek megelőzése, megelőző tűzvédelem magyarán, a tűzoltási feladatok ellátása, tehát mentő tűzvédelem. Tűzvizsgálat, felderítő tűzvédelem, valamint ezek feltételeinek biztosítása. Nézzük is meg a tűzoltókészülékeket. A tűzoltó készülékek alkalmazásának célja a kezdeti tüzek gyors és hatékony eloltása. A tűzoltókészülék olyan eszköz, amelyből az üzembehelyezéskor felszabadított, vagy az oltóanyag tartályba belenyomt, belenyomott, tehát sűrített hajtóanyag nyomása az oltóanyagot irányíthatóan löveli ki, és amely meghatározott nagyságú vizsgálati tűz eloltására alkalmas. A hordozható tűzoltókészülék tömege üzemképes állapotban legfeljebb 20 kg. Tűzoltó készülékek oltóanyagok szerint. Lehet porral oltó, vízzel oltó, habbal oltó, vagy halonnal oltó, amit manapság már hát nem nagyon használnak. De egyébként csak az miatt nem használják, mivel környezetkárosítom illetve van még a széndioksziddal oltó. Néhány mondatban mindegyikre kitérnék. Kezdjük is akkor a porra, porral, oltó tűzoltó készülékkel, tehát oltóanyaga ennek ilyen poralakú alakú szilárd anyag, amely elsősorban éghető folyadékok, gázok, valamint villamos feszültséggel a álló berendezések, tüzeinek oltására, újabb típusai szilárd anyagok tüzeinek oltására is alkalmazhatók. Tehát a polval oltót inkább villamos ö, és ö, villamos égésre, vagy villamos feszültség alatt álló berendezésekre ö, használjuk, illetve folyadékok és gázok. Égésekor. Vízzel oltó tűzoltó készülékek, oltóanyaga elsősorban szilárd, éghető anyagok tüzeinek oltására alkalmas, víz vagy vizes oldat tehát vízzel oltóval, elektromos készüléket, úgy, hogy áram alatt van, feszültség alatt van, ne oltsunk. Habbal oltó tűzoltó készülékek. Oltó a vízhabképző anyag keveréke, mely elsősorban éghető folyadékok és lángal vagy parázsal égő szilárd anyagok tüzeinek oltására alkalmas. Tehát a habbal oltó habbal oltóba egy víz, meg egy ilyen habképző anyag van. Tehát folyadékok ö, oltására használjuk főként, meg szilárd Tehát elektromos tű, ö, tüzet, illetve elektromos ö, berendezést úgy, hogy áram alatt van, habbal oltó tűzoltó készülékkel tilos oltani. Nézzük is meg a halonnal oltó tűzoltó készüléket is. Oltóanyag a cseppfolyós, halogénezett szénhidrogén, mely éghető folyadékot, gázok és kisméretekben szilárd anyagok tüzeinek oltására alkalmas. Jelenleg a halonnal oltókat környezetkárosító hatása miatt csak külön engedélye rendelkező létesítményekben szabad készen létben tartani. Nézzük is meg a leggyakoribbat, tehát a széndioksziddal oltó tűzoltókészüléket, anyaga élelmiszeripari tisztaságú széndiokszid, mely elsődlegesen éghető folyadékok és gázok tüzeinek oltására alkalmas. A tűzoltó készülékeket, eszközt, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni, és állandóan használható, tehát üzemképes állapotban kell tartani. Az elhelyezett tűzoltóeszközök alkalmazásának fontos feltétele, hogy az ott dolgozó személyek tudják az elhelyezési helyüket, és készségszinten ismerjék kezelésüket. Tehát tűzoltókészülékeket a tűzveszélyes hely közelébe kell tartani, illetve jól látható helyen. Esetleg is szokták táblázni piros nagy feliratokkal, hogy tűzoltókészülék. készülék és egyébként a tűzoltó készülék elé, ha már így a raktározási tételeknél járunk, illetve elméletnél járunk, akkor azt elmondanám, hogy tűzoltó készülék elé sohasem rakunk anyagot, vagy raklapot. Tehát az tilos. A tűzoltó készülék előtti helyet mindig szabadon kell hagyni. Tűzjelzés Az a személy, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, Köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak. Vagy ha erre nincs lehetősége a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának. A nyilvános készülékek mellett továbbá a tábbeszélő alközpontokban, ennek hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélőkészülékei készülékei mellett a tűzoltóság hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni. Tűzjelzéséhez, segítségkéréshez az állampolgárok híradású eszközüket kötelesek rendelkezésre bocsájtani. Szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani. A tűzoltóság hívószáma 105. De egyébként mára ez a 105-ös, hogyha betárcsázzuk, nem a tűzoltóságot fogja hívni, hanem automatikusan áttárcsáz a ma használatos 112-re. Ez a egységes segélyhívó szám, mivel ma már csak ez létezik. Tehát ez a segélyhívó központba tárcsáz ö, minket, és ugye ott kell jelenteni a tüzet, ott részletesen megkérdezik, hogy hol történt a tűzetset, Kik vannak veszélyeztetve, illetve az épületben milyen veszélyes anyagok vannak, illetve mekkora a tűz, mi ég pontosan. És nagyjából így ennyi információt kell közölnünk a diszpécsérrel. Dis Na de folytassuk is tovább a elméletünket, tehát a tűzjelzést, riasztást biztosítani kell egyrészt a létesítményen belül tartózkodók részére, másrészt a tűzoltóság felé. A tűzoltóság felé történő tűzjelzésnek az alábbiakat kell tartalmaznia. Ugye, amit már beszéltünk az előbb is, tűzetset, káreset pontos helyét, illetve címét, az, hogy mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve, emberélet veszélyben van-e, a jelző nevét, a jelzésre használt beszélő számát, vezetékes vagy mobiltelefonszám. És akkor most röviden nézzük is meg a tűzveszélyességi osztályokat. Először a régit, utána megnézzük az újat. Tűzveszélyességi osztályok. A fokozat. Tűz- és robbanásveszélyes. Tehát fokozattan tűz- és robbanásveszélyes az A tűzosztály, tehát szilárd, általában szerves eredetű olyan anyagok tüze, amelyek lángolás vagy parázslási kíséredében égnek, tehát fa, papír, szén, szalma. B. Tűz és robbanás veszélyes. B. Tűzosztály, tehát a folyékony vagy cseppfolyós folyos szilárd anyagok, olvadékok, tüzei. C. Tűzveszélyes. A C. Tűzosztály éghető gázok tüzei, magyarán. A D. Mérsékelten tűzveszélyes. D. Tűzosztály. Fémek, fémötvezetek tüzei. E. Nem tűzveszélyes. Az E tűzosztály a nem éghető anyag. És ezek, itt amit a táblázatban láthatunk, megváltoztak. Tehát a régi A és a B-ből lett a robbanásveszélyes, a régi C és a D-ből lett a tűzveszélyes, a régi E-ből pedig a nem tűzveszélyes. Egyébként azért kellett átalakítani, hogy az egységes legyen az országokba, tehát ez egy ilyen uniós szabályozás volt, hogy minden országban legyen nagyjából egyelő ez a tűz tűz tűzveszélyességi osztályba sorlás. Tehát ezeket kellett megváltoztatni. Egyébként ez a táblázat se teljesen, hogy mondjam, nem teljesen a valóságot fedi, hiszen 2020-ban is módosítottak rajta. Ezeken az osztályokon szintén hát hasonló ehhez, csak annyi, hogy fokozottan robbanásveszélyes, illetve tűzveszélyes, és nem tűzveszélyes, tehát ez lett, hogy fokozottan. Tehát ebbe az egybe módosult ez. Tűzoltás szempontjából alkalmas tűzoltókészülék kiválasztásához az ékető anyag fizikai és égési jellemzői alapján meghatározott tűzosztályok nyújtanak eligazítást. És akkor nézzük is meg a raktár speciális tűzvédelmi szabályait. Fokozattan tűz és robbanás veszélyes. Jelzése A. A tűzveszélyességi osztályba tartozik. Az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló 2000. évi 25. törvény és végrehajtási rendelet szerint fokozottan tűzveszélyes vagy tűzveszélyes veszélyességi osztályba sorolt. Az az anyag, amelynek bármely halmaz állapotában heves égése, robbanása, indítő gyújtásra vagy más fizikai kémiai hatásra bekövetkezhet illetve a fokozottan tűz és hobbanás veszélyes osztályba tartozik az a folyadék vagy olvadék, amelynek zártéri lobbanáspontja 21 fok alatti vagy üzenmi hőmérséklete eléri vagy meghaladja a nyíltéri lobbanáspontját. Illetve fokozottan tűz és robbanás veszélyes az a gáz, gőz vagy köd, amelynek alsó éghetőségi háttértéke, vagy határértéke, bocsánat, a levegő térfogatához viszonyítva legfeljebb 10%. Illetve még az a veszélyességi jövezet helyiség tér, ahol az előző pontokban meghatározott tulajdonságú anyagok előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, és e tevékenység közben az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak elő. Illetve fokozottan tűzés- és robbanásveszélyes az a helyiség, amelyben nyitott akkumulátorokat helyeztek el, illetve telepítettek, vagy töltenek, és nincs hatékony szellőztetése. Nézzük is meg a tűz és robbanás veszélyes, tehát régen a B, tehát B volt, tehát tűzveszélyességi osztályba tartozókat. Az a veszélyes anyag és készítmény, amely a fenti törvény és végrehajtási rendelete szerint kevésbé tűzveszélyes, veszélyességi osztályba sorolt. Az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képes, ez fokozott, ez tűz és robbanásveszélyes. Más néven. Vagy az a folyadék olvadék, amelynek zárt téri lobbanáspontja legalább 21 Celsius fok, nyílt téri lobbanáspontja legfeljebb 55 fok, vagy üzemi hőmérséklete a nyílt téri lobbanáspontja alatt van, de nagyobb, mint a nyílt téri lobbanáspont 20 fokkal csökkentett értéke illetve tűz és robbanás veszélyes, az a gáz, gőz vagy köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva 10 foknál, 10 százaléknál nagyobb. Illetve tűz és robbanás veszélyes, az a veszélyességi jövezet, helyiség vagy szabadtér, ahol az előző pontokban meghatározott tulajdonságú anyagot állítják elő, illetve feldolgozzák használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, és e tevékenység közben ezek az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak elő. Illetve tűz és robbanásveszélyes, a port vagy kismértékű anyagrészeket elszívó, leválasztó rendszer, például portkamra, ha benne az elszívott anyag a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez. C. Tűzveszélyes osztályba tartozó. Az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete legfeljebb 300 fok. A legalább 50 fok nyílt lobbanáspontú gázok, tüzeló, tüzelő, tüzelőolajok és a világításra használatos petróleumok. Illetve tűzveszélyes az a folyadékolvadék, amelynek nyílt lobbanáspontja 55 fok felett van, de legfeljebb 150 Celsius fok. Tűzveszélyes az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égés táplálja a levegő kivételével. Tűzveszélyes az a veszélyességi övezet helyiség vagy szabadtér, ahol az előző pontokban meghatározott tulajdonsági anyagok, illetve anyagokat előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák. Mérsékelten tűzveszélyes. D. Az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete 300 foknál nagyobb. Mérsékelten tűzveszélyes az a folyadék vagy olvadék, amelynek nyílt lobbanáspontja 150 Celsius foknál magasabb, vagy üzemi hőmérséklete a nyílt lobbanáspontja alatt több mint 50 fokkal van. Mérsékelten tűzveszélyes. Az a veszélyességi övezet helyiség vagy szabadtér, ahol az előző pontokban meghatározott tulajdonsági anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, továbbá, ahol nyílt lánggal üzemelő tüzelőberendezést használnak. Mérsékelten tűzveszélyes az a, a veszélyeségi helyiség vagy szabadtér, amelynek nem éghető anyagot 300 fok felett dolgoznak fel. Nem tűzveszélyes, tűzveszélyességi osztályba tartozik a nem, ég, a nem éghető anyag, illetve nem tűzveszélyes osztályba tartozik az a veszélyességi övezet, helyiség vagy szabadtér, ahol nem éghető anyagot 300 fok alatti hőmérsékleten előállítanak, feldolgoznak, távolnak vagy forgalomba hoznak. A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál az alapterületeket az A-osztályból az E-osztály felé haladva kell összesíteni, és azt tűzveszélyességi osztályt kell választani. Tehát azt a tűzveszélyességi osztályt kell választani, amelyiknél az összesített alap, a alapterületek meghaladják a 40%-ot. A helyiség vagy a szabad tér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó veszélyességi jövezetek, összesített alapt, alapterületei a helyiség vagy a szabadtér alapterületének 40%-át meghaladják. A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok A létesítményre vonatkozó tűzvédelmi dokumentációt az üzemeltetőnek az adott létesítmény területén kell tartania. Több telephely esetén a dokumentációt az egyes telephelyeken el kell helyezni. A termelést, előállítást, használatot, tárolást, valamint az egyéb tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabad térben, veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben szabad folytatni. A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabad térben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. A veszélyesség jövezetből, helyiségből, szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani. Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot, jól záró fedővel ellátott nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni. Majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. A munkahelyen a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. A helyiség építmény létesítmény bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen tűz és robbanás veszélyre, valamint a vonatkozó előírásra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jeleket kell elhelyezni. A közmű nyitó és záró szerkezetet jól láthatóan meg kell jelölni. A munkahelyek, közösségű épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségének, helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. A raktározás és tárolás speciális tűzvédelmi szabályzatai Az A és B tűzveszélyesség osztályba tartozó helyiségben, veszélyességi jövezetben, az A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagot együtt nem tárolhatók. Tehát az A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok együtt nem tárolhatók. Tehát az A és B a raktárban együtt nem fér meg. Az A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot és C tűzveszélyességi osztályba tartozó ékető folyadékot Kiszerelni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás, és hatékony szellőzés biztosított. Öngyúladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt tárolni nem szabad. Az öngyúladásra hajlamos anyagok, illetve anyag, Hőmérsékletét naponta, vagy ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik, folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni. Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag nem tárolható. Tehát A és B itt is kizárva. Tehát azt megtudtuk. Tehát tetőtérben és talajszinten is. De hát alapból a raktárba se szabad. Tehát egy Az A és b -t. Az épület padlás terében éghető anyag csak úgy és olyan mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezetet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák. Szükség esetén legyenek eltávolíthatók a tetőszerkezet elemeitől és a kéménytől legalább egy méter távolságra helyezkedjenek el. Raktározás tárolás területét éghető hulladéktól száraz növényzettől mentesen kell tartani. Az A és B tűzbeszélyességi osztályba tartozó anyagot és az éghető folyadékot raktározni Tárolni, csak nem éghető anyagból készült állványokon, tehát polcon szabad. Tehát csak úgy szabad, ami olyan polcon és állványon szabad ezt tárolni, ami nem éghető. Tűzoltási út, terület és egyéb utak. Létesítmény közlekedési tűzoltásai, felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó járművek közlekedésére és működtetésére. Az építményben, helyiségben és térben a villamos berendezés kapcsolóját, a közműnyitó nyitó és záró berendezését, illetve szerkezetét, a tűzjelző kézi jelzés adóját, a hő és füstelvezető kezelő szerkezetét, nyílásait, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. Tehát tűzoltó, tűzoltó készülék, tűzoltósági út, vagy tűzoltási út, illetve tűzjelző készülék elé pakolni, nem szabad. Még ideglenesen sem. Kiürítés és mentés az építményeket úgy kell kialakítani, hogy a bentartózkodó személyek tűzesetén gyorsan és figyelemfelkeltő módon, indokolt esetben több szakaszban tájékoztathassák, riaszthassák. A bentartózkodó és önálló menekülésre képes személyek, az előírt norma időn belül biztonságos helyre vagy védett térbe távozhassanak. A mozgásban, cselekvő képességben, akadályozott vagy folyatékos személyek segítséggel történő menekülése, mentése az ilyen rendeltetésű és az akadálymentes megközelíthető épületekben, építményekben biztosítva legyen. A kialakítás a kiürítési útvonalak Késedelem nélküli használatát, késedelem nélküli használatát tegye lehetővé. Tehát felismerhető legyen megfelelő biztonsági jelek alkalmazása, amit itt is láthatunk a képen, illetve megvilágított piktagramok például akadályok feloldása, átbocsátó képesség. Nézzük is meg a szellőztetést, így most röviden. Az A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi jövezetben, helyiségben tevékenység csak hatékony szellőztetés mellett végezhető. A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos. És akkor nézzük is meg a közlekedési utakat. A gyalogos forgalomra, illetve áruforgalomra használt útvonalakat a lehetséges használók számától, és a munkáltatói tevékenység jellegétől függően kell méretezni. Amennyiben a közlekedési útvonalon szállítóeszközt használnak, ezek mellett gyalogosok számára elegendő szabad helyet kell biztosítani. A járműközlekedés útvonalai, valamint az ajtók, kapuk, gyalogos járdák, folyosók és lépcsők között elégséges szabad helyet kell biztosítani. Ha a helyiség felhasználása és berendezése a munkavállalók védelme érdekében megkívánja, a járművek közlekedési útvonalát jól látható, lehetőleg fehér vagy sárga folyamatos csíkkal kell jelölni, figyelemmel a padlózat színére. A csíkozásokat úgy kell elhelyezni, hogy megfeleljenek a biztonságos távolság követelményeinek a járművek, a környezetükben található tárgyak, valamint a gyalogosok között. A szabadtéri kiépített munkahelyen az állandó közlekedési útvonalakat, amennyire lehetséges, hasonlóan kell kijelölni, kivéve ha kiépetett járda vagy korlát rendelkezésre áll. És akkor nézzük is meg a menekülési útakat és a vészkijáratokat. Néhány mondatban ezekről is szólnák egy keveset. A menekülési útakat és a vészkijáratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehető legrövidebb úton a szabadba vagy valamely biztonságos területre kell vezetniük. A menekülési utakat és a vészkijáratokat úgy kell kialakítani, megjelölni, és olyan állapotba kell tartani, hogy azokon a munkavállalók gyorsan és biztonságosan el tudják hagyni a munkahelyeiket, illetve szükség esetén gyorsan kimenthetők legyenek. A vészkijáratok és a hozzájuk vezető útvonalakat, illetve útvonalak számát, méretét, illetve kilakításukat, a munkahelyek igénybevételétől, felszereltségétől, és méreti, méreteitől függően az ott tartózkodó személyek legnagyobb létszámával kiindulva kell, a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak alapján, megtervezni csak kifelé a menekülés irányába nyitható vészkijáratok alkalmazhatók. A vészkijáratokat nem szabad úgy lezárni vagy rögzíteni, hogy azokat veszélyhelyzetben ne lehessen használni. Tehát a vészkijáratoknak csak egy irányba szabad nyílnia, azaz kifelé. Hogy kijönni tudjunk rajta, de visszamenni már nem vagy forgóhajtó vészkijárat céljára nem alkalmazható. A vészkijárati útvonalakat és kiáratokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon kell jelzésekkel ellátni. A vészkijárati ajtókat nem szabad kulcsra zárni. A vészkijárati útvonalakat és kiáratokat, valamint a hozzájuk, vezetőközlekedési útvonalakat és ajtókat szabadon kell hagyni, hogy azok bármikor akadálytalanul használhatók legyenek. A vészkijárati útvonalakat és az ajtókat olyan vészvilágítással kell ellátni, amely áramkimaradás esetén is működőképes és a szükséges megvilágítás biztosítja. Tehát akkor nézzük is meg a tűzjelző készülékek használatát és karbantartását. Az országos tűzvédelmi szabályzatban magyarán OTS meghatározott területekre automatikus tűzérzékelő és jelző berendezéseket, valamint automatikus beépített tűzoltó berendezéseket kell építeni. A robbanás veszélyes övezetekben, térségekben különösen fontos a megfelelően tervezett és kivitelezett tűzjelző rendszer megléte. Az egyes robbanás veszélye zónákon belül csak az adott besorolású zónákban alkalmazható, tűzjelző készülékek használhatók. A tűzjelző rendszerekhez szorosan kapcsolódnak a telepített automatikus működtetésű tűzoltó rendszerek, például sprinklerfej. Ezért a kapcsolódó tervezés tehát a munka átfogó szemlélet igénylő komplex tevékenység. A tűzjelző berendezések alapvető komponensei. Tűzjelző központ, kézi jelzőkészülékek. Most itt láthatunk a képen, az egy kézi jelzőkészülék. Illetve automatikus érzékelők, amit itt láthatunk, illetve vannak még hangjelzők, fényjelzők, átjelzők, kiegészítők, illetve tápellátás, tehát alap- és tartalékellátás, hogyha áramkimaradás lenne. Az automatikus tűzjelző és tűzoltó berendezések működése szorosan összefügg, ezért tervezés során azokat egységes szemlélettel, egymással szorosan kapcsolódó rendszerként kell kezelni. A munka során figyelembe kell venni számos olyan kapcsolódó szabványt, amelyekben foglalt információkat nem tartalmazza az országos tűzvédelmi szabályzat. Például Magyarországon a gázzaloltó rendszerek telepítésére és karbantartására az MSEN 15004 kötőjel egyes szabvány szerint történik. Az élettartalom során szükség van tűzvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálatára, a működés ellenőrzésére, a tűzvédelmi szabványossági felővizsgálat szigorúan szabályozott keretek között történik, az OTS-ben meghatározott gyakoriságának megfelelően. Az OTVS más néven nem más, mint az országos tűzvédelmi szabályzat. Akkor nézzük is, ami itt a képen látható, ez a felülvizsgálat és karbantartás. És nagyjából, ha ezt elmondtam, végzünk is ezzel a résszel, tehát akkor nagyon rövid leszek. Tehát a felülvizsgálat és karbantartás, tehát van a rendszeres és eseti karbantartás a tűzoltó rendszerek esetében, illetve nem csak a tűzoltókészülékek, nem csak az automatikus tűzoltókészülékekre vonatkozik, hanem a kézire is, illetve a nyomógombos jelzőkészülékekre is. Tehát van a rendszeres és eseti tartásuk ezeknek a készülékeknek. Ugye a rendszereshez tartozik a napi, a havi, féléves és éves Esetihez tartozik ugye a tűzeset utáni, a téves jelzés utáni, a rendszer meghibásodása utáni, a rendszer módosítása utáni, hosszú áramszünet után, illetve új korban tartó esetén szükséges a felővizsgálata ezeknek a tűzjelző készülékeknek. Úgyhogy nagyjából szerintem ezzel be is fejeztem volna ezt a 14. részt, úgyhogy én elköszönnék tőletek, További jó tanulást kívánok!